A szombati nagymányoki búcsú bor és strudel fesztivál szüreti felvonulással kezdődött. A táncosok, a fúvós zenekar, valamint a meghívott csoportok a nagymányoki művelődési központnál gyülekeztek és vonultak fel a tájházhoz. Ott egy lakodalmat játszottak el, és utána indultak tovább a rendezvény helyszínére. Szüreti felvonulással indultunk, ugye, és gyakorlatilag most kulturális műsor lesz, hagyományosan hagyományőrzött táncsoportokkal, utána lesz egy kis tombola sorsolás, gyerekeknek hagyományos gyerekjátékok lesznek, és ezen kívül lesz még egy kis koncertünk, és a végén egy diszkó és egy tűzijáték fogja zárni. Péntek délután kezdődött a hagyományos rétesnyújtás. Rengeteg rétes készült el a hagyományos alaptöltelékekkel. Volt túrós, megyesmákos, diós megyes, grízes megyes és almás is. A rétes húzás, ugye ez nem a rétes lapos rétes húzás, hanem ahogy a nagyanyáink csinálták, ez egy húzott rétes, és gyakorlatilag 180 darabot húztunk meg, és 26 csapat, olyan 260 ember húzta a rétest. A fesztivál a második legnagyobb rendezvénye a településnek, a Város és Bányásznak mellett, tájékoztatott Bartucz Máté polgármester. Vagy 26 évre tekintünk vissza, ez korábban még csak születi felvonulásról szólt, illetve ez volt a nagymányoki búcsú, de amióta itt a másik helyszínen kerül megrendezésre 14 éve, azóta van a rétes nyújtás is, és akkor ezzel bővült ki a program. Az eseményen kézművesek és termelők kínálták portékáikat, a kulturális műsorok mellett pedig mindenki megtalálta a számára kedves programokat, hiszen volt falmászás, kézműves foglalkozások, csillámtetoválás és különféle bemutatók is. A színpadi műsort követően a gyerek és felnőtt tombola sorsolás következett. Idén a főnyeremény egy wellness üdülés volt.